nagyon jó főzést, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Isten éltesse mindenkit. Jó szórakozást! Azt kell mondjam, hogy évre én is itt vagyok, és figyelem, hogy mi történik a fesztiválon, és azt látom, hogy egyre többen vagyunk, hál' Istennek, de egyre több ugye a főzőcsapat is, de hogy egyébként látogatók és a vendégek is egyre többen vannak, és bízom abban, hogy ez így fog folytatódni. A polgármester úrral éppen a jövőről beszélgetünk, hogyan lehetne még egy kicsit centralizáltabbá tenni a rendezvény, hogyan lehetne talán még több embert ide csalogatni, és egy még nagyobb gyakorlatilag szkópot vagy hírnevet adni ennek a rendezvénynek. Ebben van közöttünk egyetértés, úgyhogy remélem, hogy jövőre tudunk majd talán egy még nagyobb volumenű rendezvényt megtartani. Ebben a szektorban mi Magyarországon piacvezetők vagyunk. Törökszentmiklóson fejlesztünk folyamatosan. Ebben az évben, illetve a következő évben egy közel 3 milliárd forint értékű beruházást hajtunk végre, amivel munkahelyeket is teremtünk. És azt kell mondanom, és innen is szeretném megköszönni polgármester úrnak és a városnak a segítségét, mert ugye nem pénzben, de hogy gyakorlatilag minden egyéb tekintetben, adminisztratív vonatkozásban, tanácsadásban a város mellettünk áll, segíti a mi fejlődésünket, és nélkülük nem tudnánk ezt az ütemet, vagy ezt az ívet leírni Törökszentmiklóson, amit most csinálunk. A cégünknek az eredményessége, a cégünknek a sikere nem az eszközparkunkban, hanem az embereinkben rejlik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és sok sikert kívánok minden főzőcsapatnak, és jó szórakozást minden látogatónak. Köszönjük szépen!